Sziasztok! Hoztam nektek a júliusi angyali üzenetet. Természetesen ez egy kollektív kirakás, azt vidd magaddal, ami rezonál veled. Az Anshuz rúnát kaptuk, ami a négyes számot képviseli, a föld száma, a sötét kék szín tartozik hozzá, és a levegő elem. A levegő elemhez kapcsolódik a kommunikáció, az intuíció, az üzenetek, a fejben lévő dolgok, az ihlet, ez a runa támogatja a szerencsét, az isteni sugallatok befogadását, az égi erők lehívását, pozitívan támogatja valamilyen nyilvános eseményen való kommunikációt, vagy akár a költők, írók is használhatják, az írást is támogatja minden, ami kommunikációval kapcsolatos. Egy vizsgán is, egy állásinterjún is pozitívan használható ez a runa. A harmonikus kommunikációra, meggyőzésre használhatjuk. Az angyali orákulumból az álmokat kaptuk. A kártya azt üzeni neked, hogy figyelj az álmaidra, hiszen álmaidban jöhetnek a megértések, az üzenetek. Akár jegyezd le az álmaidat, írj álomnaplót, vagy kérd a fentieket, az angyalokat, hogy álmaidban küldjenek neked jelet. Mutassák meg az üzeneteket. Hiszen álmunkban a lelkünk a szférák között utazik. Az álmaink beépülnek a tudatalattiba, ezért érdemes ébredés után azonnal lejegyezni. Itt a visszatérő álmokon van a hangsúly, hiszen a magasabb éned és az angyalok szeretnének valamit mutatni, ezért célszerű lejegyezni az álmainkat. Vezessünk álomnaplót. A kártya azt is üzenheti, hogy fókuszálj a céljaidra, az álmaidra. Az Osho Zen taróból a botok ászát, a tűz ászát hoztam. Ebben a kreativitás is benne van, a lendület, hiszen ha valamit a lelkünkből csinálunk, akkor a forrással, a fenti világokkal állunk kapcsolatba, ihletet kapunk. Ez a kártya azt üzeni, hogy határtalan energiaforrás áll rendelkezésünkre, de csak ha ábrándozol, tervezgetsz, és nem teszed bele az energiádat, nem indítod el a gondolatodat, akkor nincs végeredmény. Kapcsolódj össze a forrással, találd meg a belső csendedet, a középpontodat. A tűz szimbóluma jelenik meg ezen a kártyán, az ősi forrás. Ahhoz, hogy az álmainkat, céljainkat megvalósítsuk, ahhoz a tűz energiáját kell használni, ami a kreativitásban kibontakoztatható. Az angyalok és ősök orákulumból a fehér boszorkányt kaptuk. Ez a kártya azt üzeni neked, hogy a fizikai világban a cselekvések által tudjuk megvalósítani a céljainkat, az álmainkat. Nem számít, hogy mi történik velünk, vagy mi van körülöttünk, mindig van választásunk. Minden csak döntés kérdése. Ne korlátozzuk magunkat negatív energiákkal, negatív helyzetekkel, emberekkel, menjünk ki a fényre. Ez a kártya azt üzeni neked, hogy világítsd meg a fényt magadban és másokban is. A bagoly szimbóluma a bölcsességgel analóg, a tudást képviseli, az is lehet, hogy a tanulás által jutsz egy magasabb szintre, ezt kell magadban kibontakoztatni. A fehér boszorkány önmagában a fehér mágiához társítjuk, az energiák pozitív felhasználását mutatja, ebben a gyógyítás vagy más emberek segítése is benne van, az is lehet, hogy az az életfeladatod, hogy te is segíts másokon, bontakoztass ki magadban ezt az energiát. Ehhez viszont tanulnod kell, hogy a bölcsességet elérd. A bagoly szimbóluma ezt üzeni neked, a bagoly a bölcsesség, a rejtett dolgok jelképe is, azt üzeni neked, hogy hozd fel ezt a rejtett tudást magadban. Tárd fel, hozd ki a fényre. A bagoly éjszakai madár, ami az álmokkal hozható párhuzamban, valami most felszínre kerül az életedbe. A régi kultúrákban a bagyot összekötötték a túlvilággal is, aki védelmezi a halottakat. A bagoly a lelkek őrzője. Más kultúrákban a titkok hírvivője, látnok, a misztikusok és a gyógyítók állata. Totem állatként azt üzeni, hogy figyelj a jelekre. A bagoly arra ösztönöz, hogy bízz az intuíciódban, használd az intuíciódat. Légy bölcs tanító és vezető, állj készen a kihívásokra. A bagoly arra mutat rá,
hogy a tudatalattink erejével foglalkoznunk kell, hiszen a Bagó is a csend mestere, a csend által az álcázás mestere energiát szabadít fel, tartalékolja ezt az energiát, amit pozitívan tud felhasználni saját maga és mások érdekében. Az energiakártyám üzenete: belső világom békés és nyugodt.